A Krenzlein Néptánc Egyesület 1987-ben alakult, négy csoportjában közel 100 gyermek és fiatal táncol. Rendszeres szereplői a különböző helyi, regionális és országos rendezvényeknek, a legutóbbi megmérettetésen is rendkívül sikeresen szerepeltek. Nagyon büszkék vagyunk arra, hogy a Krenzlein Néptánc Egyesület Cipfelmüsz csoportja egy nagyon szép eredményt ért el, ugyanis országos minősítésen elnyerte a fesztiváldíjat, aranyminősítést szerzett Manninger Miklós alapítványának a díját elnyerte, valamint még egy gáladíjban is részesült. Ez azt jelenti, hogy következő évben az Országos Német Önkormányzatok gáláján szerepelhetünk. Tehát ez egy hatalmas megtiszteltetés mindenkinek. Nagyon-nagyon boldogok vagyunk. Egyesületünk harmadik alkalommal szerzett fesztiváldíjat. Talán egy kicsit, ha visszamegyek az időben, elmondhatom, hogy ez volt a 11. országos német nemzetiségi táncfesztivál. Korábban 2 évente szervezték ezt meg, az utóbbi időben pedig 3 évente kerül erre sor. Tehát ez egy nagyon-nagyon rangos megmérettetés, rangos zsűritagokkal, és most ez a harmadik fesztiváldíjunk, tehát hogy azt veszük, hogy 11-ből a bonyhádiak 3 fesztiváldíjat elhoztak, azért ez egy nagyon nagy kitüntetés. Ez mindig hatalmas élmény a szülőknek, gyerekeknek, mindenkinek. Elutazni Solymárra, ez is egy kitüntetés már eleve, és amikor a színpadon voltak, és ezt a sok díjat átvették, tehát leírhatatlan volt az a boldogság, ami mindannyiunkat áthatott. A korábbi időszakban különböző koreográfiákkal több fesztiváldíjat nyert már az Egyesület, ezáltal is népszerűsítve a német kultúra rendkívül érdekes és színes hagyományait Bonyhád és környékén, illetve országosan is. A legelső fesztiváldíjunk a Cikói Gyerekfarsang volt. Ezt a Bajuncin Cikó könyvben olvastam erről a régi szokásról, és Rónai Terikével felvettem a kapcsolatot, és ő mesélt, valamint az édesanyja mesélt erről a régi szokásról. És ez volt az első fesztiváldíjunk, és ez itt több korcsoport táncolt együtt az alsósok a felsősökkel. Nagyon szeretik, azóta is repertoáron van ez a tánc, valamikor külön is eltáncoljuk, ha nem vagyunk olyan sokan, akkor a csoportok külön, vagy pedig ha nagy a színpad, akkor együtt is el tudjuk táncolni. A második táncunk az pedig a fordított gyermekalkudalmas. Itt talán annyit mondhatnék, hogy Bonyhádra környék településeiről is beköltöztek német származásúak, és egy testvérpára Schlotthauer testvérek nagymamája mesélt nekem arról a szokásról, hogy Ófaluban, amikor egy lakodalmat tartottak, akkor a gyerekek is összeálltak, és ők is utánozták a felnőtteket, de ebben a formában, ebben a faluban ez úgy történt, hogy a gyerekek közül egy fiú lánynak költözött, a lányoknál pedig egy fiúnak, és egy aranyos kis kavalkát kerekedett, és ez volt a második táncunk, amire fesztiváldíjat kaptunk. A mostani pedig ez is egy új koreográfia. Már régen szerettem volna egy olyan táncot, ahol a gyerekek úgy kezdődik a tánc, hogy a gyerekek virágot szednek, van egy nagyon szép kis ének ezzel kapcsolatban, valamint van a tánccsoportnak egy kis kicsinyített lovaskocsia. Tehát ezt is egy testvérpár adta nekünk, a Czárt testvérek dédi papája készítette ezt még a II. Világháború előtt az ő fiának, és
amikor mi szerepeltünk, akkor elhozták, és fesztiválokon, menettáncokon ezt húztuk az úton, vagy sőt, még Münchenben az Oktoberfesten is ez volt velünk, nagyon nagy sikert arattunk, és gondoltam, hogy olyan jó lenne ezt is a színpadra vinni, ezzel is emléket állítva a Cárta Dédi papának, valamint megmutatni azt, hogy milyen egy kicsinyített lovaskocsi, hisz ez a mesterség ma már teljesen kihalt. Az Egyesület élen jár a német nemzetiségi hagyományok ápolásában, a gyermek korosztálytól a felnőttig terjedő összetételű együttes, a város legmeghatározóbb kulturális tényezője. Noha a felkészülési idő kevés volt, lelkesedésüknek és szorgalmuknak köszönhetően érték el a legutóbbi szereplésükön ezt a kiemelkedő eredményt. Nem sok időnk volt a felkészülésre, hisz októberben a tánccsoport 35 éves jubileumára készültünk, és ekkor az egész egyesület ebben részt vett, és utána kezdtünk nekiállni ennek a táncnak. Akkor ugye mindenféle szünet volt, téli szünet, meg egyebek, de összehoztuk azért a táncot. Még egy kis idő kellett volna arra, hogy beérjen. Még gondolkodtunk is rajta, hogy induljunk, vagy ne induljunk, de még örülök annak, hogy mégis úgy döntöttünk, hogy felvállaljuk ezt a megmérettetést, és tényleg ez egy különös dolog az, hogy ezt elnyertük. Itt a harmadik koreográfia, tehát a legújabb koreográfiánál nem én egyedül készítettem el ezt az egész táncot, hanem kolléganőm Csizmadi Jáni énekes Piroska is segített, valamint a zenében Pece István, aki Bonyhádon harmonikát oktat, és van két olyan táncosunk is, aki a növendéke, és ő segített, ő volt a segítségemre a tánc zenei részének az összeállításában. Ez a fiataloknak amellett, hogy megtanulják a nemzetiségük hagyományait, egy közösségépítő tevékenység is, melyet nagy lelkesedéssel csinálnak. Elmondhatom, hogy a gyerekek nagyon szeretik ezt a táncot, amikor fellépés előtt is, még a függöny mögött is némelyik még táncolt, vagy pedig a buszban még énekeltek, tehát tényleg egy kis vidám tánc. A tavalyi évben fennállásának 35. évét ünneplő egyesület fő feladatának tekinti a német kultúra ápolását, a még meglévő tánckincs gyűjtését és színpadra állítását. Ez azért is nagyon fontos, mert a német származásúak közül már egyre kevesebben ismerik és gyakorolják a hagyományaikat. Ünnepeljük azt is, hogy kitartottunk, és a kitartásnak mindig megvannak a gyümölcsei. Ezeket a gondolatokat a Hőgyészi Székelyház ünnepélyes átadóján fogalmazta meg a térségországgyűlési képviselője, Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár, aki elmondta, 2018-ban fogalmazódott meg a közösségi ház ötlete a településen. Bukovinai székelyek Magyarországon 1941-ben, illetve itt a környéken 45-ben kaptak új hazát, és 2023-ig kellett a hőgyészieknek arra várni, hogy házat is kapjanak. 5 évvel ezelőtt kezdődött meg ennek az épületnek, ez egy régi jegyzői ház volt még a 18. századból, ennek az épületnek a felújítása, amit a miniszterelnökség nemzetpolitikai államtitkársága támogatott 3 ütemben, és végül is 80 millió forint támogatási összegből tudtuk felújítani ezt az épületet, az udvart, a melléképületeket, így egy kiváló közösségi hely alakult ki itt Hőgyész szívében, ami szolgálja az itteni székelyeket, és természetesen minden hőgyészi embert. Ezzel párhuzamosan ünnepeljük a Hőgyészi Székelykörnek a 25. születésnapját, valóban felnőtté váltak. Mindegyik népcsoport odafigyel arra, hogy
közösségi szinten is legyenek helyeik, legyenek olyan helyek, ahol hétről hétre össze tudnak gyűlni, ahol civil életet tudnak élni, és ami alkalmas arra is, hogy rendezvényeket tudjanak tartani. Ez így van a nemzetiségeknél, például környékünkben elsősorban a németeknél, de sok esetben a cigányoknál is. Így van ez a magyar népcsoportoknál, ha a sárközre gondolunk, vagy a bukovinai székelyekre gondolunk, vagy a felvidékiekre gondolunk. Jó látni azt, hogy mindenki odafigyel arra, hogy a saját identitását meg tudja őrizni. A hőgyészi székelység számára nagy ünnepen a kisbukrétások megmutatták magukat a közösségi házuk átadójára érkezett vendégseregnek is. Adjon Isten jó napot! Adjon Isten minden jót! Miért kell az én házasztályán? El akarom venni Vivi nevű lányát. A valamikori jegyzői házban a 25 éves fennállását ünneplő szervezet többek között két állandó kiállításnak is helyet biztosít. Csibi Krisztina, a Magyarság háza igazgatója, a közösségi házban látható Emelt fővel című tárlatról elmondta, hogy utóbbi a bukovinai székelyek 1941-es hazatelepítésének évfordulójára készült. Hangsúlyozta, a világ számos pontján élnek bukovinai székelyek. Ez a szétszórtság soha nem jelentette azt, hogy beolvadunk a többségi nemzetbe, soka nem jelentette azt, hogy elhagyjuk a magyar székely kultúránkat, az identitásunkat, mindig hűek maradtunk a székely magyar öntudathoz, a magyar hazához. Ezt ma a főiskolai képzések keretében tanítják, a közösségépítést, ami a bukovinai székelyek mindennapi életének a sajátja volt. Kicsi kortól belenevelik a gyerekekbe, hogy büszkének kell lenni arra, hogy kik vagyunk, pontosan tisztában vannak az értékeikkel. A másik kiállítása a nemzetség viseleteit, eszközeit mutatja be. A néprajzi gyűjteményről Lőrinc Etel, a népművészet mestere címmel kitüntetett textil tervező iparművész beszélt az ünnepélyes átadón. Szinte gyerekkoromtól úgy neveltek, hogy őrizd meg leánykám, tanuld meg leánykám, s add tovább leánykám. Hát ennek a feladatnak könnyebb a szövőszékbe eleget tenni, mert az egy biztonságos terület. Aztán némelyikkor arra is kényszerülök, hogy ide álljak önök elé, és megpróbáljam elmondani, és hát ez a nehezebb. Hát a mi bukovinai kultúránk, mint minden népcsoportot, minket is nagyon-nagyon jellemez. Azok a tárgyak, amelyekkel körül vagyunk véve, amelyekről fölismerjük egymást, nem csak beszédünkről, hanem azokról a tárgyakról és arról az öltözetről is, ahogy kinézünk. Ezek, amikor Bukovinába érkeztünk, még nem ezek voltak. Sok csoda az, ami a mi életünket végigkísérte. Egyik csoda az, hogy a Bukovinába érkezésünkkor a magyarságunk őrzésével együtt kialakítottunk egy olyan teljesen egyedi tárgykultúrát is, ami csak nekünk van. És éppen ezért nagyon-nagyon vigyáznunk is kell rá. Az asszonyok fantasztikus tehetséggel és fantasztikus ügyességgel olyan mintákat szőttek szálról szálra, és olyan mintákat hímeztek, amelyeknek nagyon-nagyon fontos üzenetei vannak. Azok jelek, amiket mi megkaptunk, és amire a tárgyainkba vigyáznunk kell, örülnünk kell nekik, és megtanulni, megpróbálni, megfejteni, mit is akarnak mondani. A helyi szervezet célja, hogy a mindennapokban élettel töltsék meg a felújított épületet. Egy egyesület életében a 25 év sok nehézséget és sok örömet is hozott. Tehát nagyon örülünk, hogy eljutottunk idáig. A másik meg a házavató eléggé nehézkesen tudtuk már megtartani a próbákat, egy régebbi időszakban, amikor felvetődött, hogy milyen jó lenne egyszer a saját ház. És akármilyen forrást kerestünk, egyszerűen vételre nem találtunk. És akkor fordultunk tulajdonképpen államtitkár úrhoz. Szeretnénk itt a főző tanfolyamtól kezdve a hímző tanfolyamig, a próbákig, a régi tárgyaink bemutatásán keresztül szeretnénk felolvasó estet, illetve elkezdtünk egy bukovinai székely könyvtárat
fölépítgetni. És olyan érdekes kiadványokra lejtünk különböző forrásokból, volt, amit Erdélyből kaptunk. És ezek a kutakodások adtak arra reményt, hogy mi ezt a házat élettel meg tudjuk telíteni. És úgy alakítottuk ki, hogy az idősebb korosztály tudjon nézelődni, beszélgetni, elmélkedni. A fiatalabb bacskák azok menjenek, táncoljanak, és ugyanúgy nézelődjenek, tanuljanak, ismerkedjenek az őseinknek a hagyatékával. De csináltunk külső főzőhelyet, igaz, még nincsen kész, de máma azt is felavattuk. Szeretnénk a kicsiknek majd egy bukovina játszóteret lápintával, s olyanokkal, amivel ott játszottak. Nem baj az, hogyha megismerik a múltat, hiszen ugye abból kellene táplálkozni, és abból lehetne felépíteni magunkat. Ismerjék meg a szavakat, ismerjék meg a tárgyak neveit, ismerjék meg a régi életet. A jövőben minden korosztály számára helyet és programokat kínál majd a Székelyház hőgyésze. Nemzetiségi családban született Fejfer Jánosné, aki pedagógusként kezdte pályáját. A német nemzetiségi önkormányzatnak tagja, mindig fontosnak tartotta a nemzetiségi kultúra ápolását, továbbadását. A szakdolgozatát is ebből írta, idén ő lett Kaposszegcső díszpolgára. Pünköskor adták át az elismerést a díszpolgári címet számára. Nem vártam, nem számítottam rá, nem törekedtem soha ilyenre, hogy én díszpolgár vagy valaki is elismerje itt az én munkámat. Én úgy gondoltam, hogy ezt én csinálom, ez belső kötelesség, és úgy gondoltam, hogy a Jóisten szemébe ez jó, és azért csináltam, és tényleg a 60. születésnapomra kaptam egy pólót kedves ismerőseimtől, akik alig ismertek még, mert a családba úgy kerültek be, és azon a pólón három épület volt: a szülőházam, a templom, az önkormányzat és az iskola. Az ünnepi műsor során a Kaposszegcsői Értéktár Bizottság is bemutatkozott, és egy történeti kiállítást is készítettek településükről. Fejfer Jánosné a bizottságban is feladatot lát el. Az értékbizottságban is azért vállaltam még munkát, mert nagyon sok régi ismerettségem van, és régi dolgokat ismertem, mert sokáig a szülői házban voltam szüleimmel, nagyszüleimmel, férjemmel, gyerekeimmel, és ott nagyon sok mindent megtudtam a régebbi időkről, nem csak a koromra való tekintettel, hanem a szüleimtől, akiket innen kitelepítettek, azok az emberek meséltek, és így ezáltal sok ismeretem van ezen a téren, és úgy érzem, hogy ezt tovább kell adni, és nem szabad, hogy ez feledésbe merüljön. Ezt tovább kell vinni, és ez az én kötelességem. Egy másik pedagógust is elismertek. Érdemes közalkalmazotti elismerésben részesült a Pünkösdi Fesztiválon Orlai Katalin tanítónő. Mindig kisiskolába vágyott, olyanba, ahol családias a légkör, mondta Katalin. Én magam is olyan iskolába jártam, és az ének meg mindig ott volt. És az, hogy a családokkal együtt tudjunk valamit létrehozni, tehát hogy részese lehessek úgy a falu életének, úgy a közösség életének, hogy ismerhessem az embereket. Tehát ez fontos volt a számomra, hogy ne csak tanítsak, hanem neveljek is, hogy örömbe tudjak lenni, a gyerekekkel együtt tudjunk örülni. Tehát én magam is sokszor gyerek kellett, hogy legyek újból, és talán végig ez kísérte a pályámat, hogy mindig tudtam gyerek maradni, mert csak így lehetett végigcsinálni. És a hűség, úgy gondolom, hogy az egy olyan alapvető tulajdonságom, ha mondhatom ezt, hogy mindig hű voltam azokhoz a dolgokhoz, amiket vállaltam, amiket rám bíztak, ami a szívemben ott volt, és ez végig kísérte az egész utamat.
megtartották a Habich Konrád fúvózenekari találkozót is, amelynek során a környékbeli települések fúvósai gyűltek össze egy kellemes délutánt adni az ünneplő egybegyülteknek. A fúvószenei találkozón általában minden évben 5-6 zenekar lép fel, a Kaposszekcsői az mindig, nyilvánvalóan, általában itt a Dunaszekcsői is, illetve a Dombavár, illetve melléjük mindig változó, akiket felkérnek a Fúvós Egyesület és az önkormányzati képviselők. Ezt most már 3 éve, vagy illetve a harmadik alkalom az, ugye a Covid-nál kimarad, de harmadik alkalom, hogy az Egyesülettel együtt szervezzük, megbeszéljük, hogy kik legyenek a fellépők, és most úgy esett, hogy 2 olyan zenekar is megmutatkozik a Kaposszekcsői mellett, újként, akiknél kaposszekcsői gyökerek vannak. A Kaposszekcsői Pünkösdi Fesztiválon az evangélikus istentiszteletet a pünkösdi római katolikus szentmise követte. Óvodások, iskolások adtak műsort, számos gyerekprogram, gyerekműsor, örömfoci várta a kisebbeket, nagyobbakat. Este zenés, táncos mulatsággal zárult a fesztivál.